Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, és akik megrendelik az ingyenes hírlapot, minden hónapban van egy kedvezmény jóslás asztrológiával 6000 forintért. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a ravasz róka utalhat negatív gondolatokra, de ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezeket a negatív gondolatokat, mint például ó, ebből úgysem lesz semmi. A koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is, de ez nem egy tiszta helyzet, hiszen itt van a hamisság, valaki be akarja őt csapni. A kártyák azt is jelenthetik, hogy voltak itt rossz kapcsolatok, félreértések, és ez lezárul, hiszen a koporsó ezt le tudja zárni. Az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból, de ez egy hamis személy, és ő lezárja ezt a kapcsolatot. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható a szerencse, azt is jelentheti, hogy ő boldog veled. A virágcsokor az utal a te külsődre, a te szépségedre, a te nőiességedre. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő boldog veled, meg akar lepni téged valamivel, lesz közeledés, lesz egy ajándék. Mit fog tenni? Itt látható a mozgás, ő irányítja a dolgokat, közeledik hozzád, előre mennek az események, itt a kutya jelenti a hűséget, ő hűséges hozzád, vagy barátilag közeledik. És mi fűz össze benneteket? Itt a medve jelenti az erőt, hogy ő segít neked, vagy te adsz erőt neki. Ez az erő lehet a belső erő is, a hit, hogy meg kell, hogy legyen ez a hit, ez a bizalom, hogy közeledik, hogy hűséges, hogy tetszel neki, és hogy boldog veled. A hamis kapcsolatokat ő le fogja zárni, megvan hozzá az ereje és a bátorsága. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!